Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történt legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és Pomáz online YouTube csatornáján. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Ima kivégzésem előtt. Gyertyagyújtással emlékeztek az aradi vértanúkra. A 173 éve Aradon kivégzett honvédtisztek és Batthyány Lajos magyar miniszterelnök tiszteletére a Városháza előtt tartottak ünnepélyes megemlékezést október 6-án. Hallgasd meg, ó, legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákba és ütközetekbe, te engedted, hogy azokat kiálthassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábalni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Idézte beszédében dr. Balázs József, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium történelem tanára Damjanich János imáját. A megemlékezésen Hernádi Mária, a Sashegyi Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulója énekelt, Horváth Áron és Szentmiklósi Anna, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulói pedig verseket szavaltak. Határozatlan idejű,
Közszolgálati jogviszonyba keres városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintézőt a Pomázi Polgármesteri Hivatal. Jelentkezzen számlálóbiztosnak a népszámlálásra. A Pomázi Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz. A munkavégzés időtartama 2022. október 17-től november 20-áig tart. 2023. évi Burza Hungarika pályázati felhívás következik. Pomázváros önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelővel együttműködve meghirdeti a 2023. évi Burza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázati adatlapokat 2022. október 3. napjától csak elektronikus úton lehet kitölteni, és a kinyomtatott, aláírt adatlapot a melléklettel együtt a Pomázi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. Belterületen történő vadriasztás, vadelejtés. December 12-ig minden nap délután 16 és reggel 8 óra közötti időben helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának maximális szem előtt tartásával megkezdik a vadak riasztását, indokolt esetben kilövését. Kérjük, hogy ebben az időpontban az alábbi területeken lehetőség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak. Az elejtés módja vadászlőfegyver. Az elejtést irányító személy Paksai Gergely. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket az esetleges kellemetlenségekért. Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése van, jelezze a képernyőn látható e-mail címen, vagy a 0626 814 381-es telefonszámon. Amennyiben vadkárral kapcsolatos bejelentést szeretne tenni, az tartalmazza, mikor, hol, milyen kár keletkezett, valamint a bejelentő pontos adatait, név, lakóhely, telefonos elérhetőség. Lakossági fórum volt a Jó Barátok útja mellett tervezett új parkerdőről. Október 8-án szombaton 14 órakor lakossági fórumot tartottak a Jó Barátok útja melletti nyárfás jelenlegi állapotáról, a Pilisi Parkerdő ZRT által betervezett beavatkozásokról és az ott tervezett Pomázi parkerdőről. A fórumon először dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese tájékoztatását hallhattuk, amiben elmondta, miért kell az erdőt kivágni, és hogyan történik a pótlása. Később Leidinger István polgármester úr is megosztotta élményeit az erdővel kapcsolatban, és Kis László, a választókerület önkormányzati képviselője is felajánlotta segítségét a lakóknak. A lakossági kérdések megválaszolása után a jelenlévők megegyeztek egy közös bejárásban az első ütem kivágása után, ahol közösen kijelölik a leendő tanösvények pihenők helyét. Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért pályázat Pomázon. A PMHK 4 ingyenes szakkört tud elindítani az elkövetkezendő hetekben, melyekhez az alapanyagokat a program finanszírozza. Gyöngyfűzés és bútorfestés esetén 5 fő részére biztosították az alapanyagokat, quilling és makramé esetében 10 fő részére lesz ingyenes alapanyag. A szakkörök 20 héten keresztül zajlanak, az elkészült alkotásokból 2023 tavaszán kiállítást szerveznek. Kezdők jelentkezését várják, az oktatás a PMHK termeiben zajlik, online oktatóanyag felhasználásával. Jelentkezésüket október 24-ig várják a képernyőn látható e-mail címre, a tárgy pedig a szakkör neve megjelölésével történjen. Szabadság, szerelem, Petőfi 200. Október 15-én szombaton 19 órakor a PMHK-ban Rékasi Károlyi zenés irodalmi estjét tekinthetik meg, ahol zongorán közreműködik Somlai Valéria. Ez egy emlékműsor lesz a nemzet költője Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. A belépője egy 3500 forint. Egészségnap volt Pomázon a Művelődési Házban.
kis anekdóta jut eszembe, amikor egy neves szívsebész orvosnak elromlott az autója, és elvitte a szerelőhöz, aki ez az autóját egyébként hordani szokta, és megjavította neki, valami komoly belső problémája volt az autónak, és akkor mondja neki az autószerelő, hogy hát de azért doktor úr, hát valljuk be, hogy azért mi kollégák vagyunk, mert hát maga is fölnyitja, alkatrészeket kicserél, megjavít, meg én is fölnyitottam, és megjavítottam, és lám működik. Azt mondta az orvos, hogy igen, igen, csak próbálja meg ezt a műveletet úgy elvégezni, hogy közben jár a motor. Hogy azért ez nem ugyanaz. No, kedves jelenlévők, kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Készüljünk erre a időszakra, ami előttünk van, ami még nem tudjuk, hogy mi, de hogy meg kell erősítenünk az immunrendszerünket, meg kell erősítenünk a testünket, a lelkünket, az egészen biztos. Használják ki ezt a nagyszerű lehetőséget. Köszönöm az alapítványnak, hogy Pomászt megtalálta, és hogy helyet biztosíthatunk ennek a nagyszerű rendezvénynek. És hát azt azért mondom, hogy itt végig fognak menni ezen a méréseken, vizsgálatsoron. A végén nem fog kijönni egészséges ember, azt csak mondom, hogy mindenki tudjon róla, tehát azért készüljenek föl, és hát fogadják meg a jó tanácsot, és egészségesen távozzanak, hogyha elmennek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hivatalosan megnyitom a rendezvényt. Mint hírt adtunk róla, a Tudatos Élet az Egészségért Alapítvány egészségnapot szervezett Fókuszban az Egészség címmel. Az egésznapos eseményre várták az érdeklődőket. Szakemberek fontos egészségügyi témákban tartottak érdekes előadásokat, az egészség téren egészséges élelmiszereket, édességeket, koktélokat ismerhettünk meg és kóstolhattunk meg. Az orvosok és egészségügyi szakemberek jóvoltából olyan vizsgálatokat lehetett igénybe venni, mint vércukor, húgysav, koleszterin, vérnyomás, véroxigén szintmérés, EKG, kardiovaszkuláris rizikófelmérés, testösszetételmérés, mozgással, fizikai állapottal kapcsolatos felmérés, energetikai állapot felmérés, amit a nap folyamán minden résztvevő számára ingyenesen biztosítottak. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történt legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és Pomáz online YouTube csatornáján. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!